Ahogy ígértem, ma is új beszélgetésre jelentkezünk, de mielőtt ebbe belekezdünk, itt az elmaradhatatlan szolgálati felhívás. Kérem, hogy iratkozzanak fel a youtube.com-on, a képernyőnk alatt kissé balra található feliratkozás gombra kattintva, illetve a Facebookon a fejléc alatt kissé jobbra megtalálható követem gombra egyet kattintva. Még nem vagyunk 3 évesek, április végén lesz 3 éve annak, hogy megnyitottuk ezt a csatornát, de már 480 ezernél is több állandó követőnk van, amit ezúton is köszönök mind a 480 ezer embernek, akár külön-külön is. Nem a reklám kedvéért mondom, de mert sokan nem tudják, hol keresik, így itt is közzétesszük, hogy a tavaly évvégén a generációkról szóló nagy sikerű beszélgetésünknek, amit Steigerwald Krisztián generációkutatóval folytattam, és az elmúlt 3 hónapban csak a YouTube-on már 1 milliónál is többen néztek meg, további 160 ezeren pedig meghallgattak a különböző audio felületeken. Nos, ennek a generációkról szóló beszélgetésnek elkészült a folytatása is, mégpedig egy 6 részes sorozat, ugyancsak Steigerwald Krisztiánnal. Ebből a 6-ból idáig 3 részt tettünk fel, mind a YouTube, mind a Facebook csatornánkra, a Friderikusz Podcastra. Ezekben a szakértő részletesen elemzi a generációk és az életkor összefüggését, továbbá az egyes generációk jellemzőit is részletes példákkal világítja meg, de a soron következő epizódokban beszél majd a szülői szerepek átrendeződéséről is, illetve arról, hogy hogyan jelennek meg a generációs különbségek a mindennapokban, és hogy a generációkon átívelő figyelem hogyan változott az évek, évtizedek során. A sorozat záró 6. adásában pedig az önök menet közben beküldött kérdéseire válaszolt a szakértő. Szóval mindent a generációkról címmel már látható csatornánkon Steigerwald Krisztián generációkutató 6 részes sorozatának 3 epizódja, és hétről hétre természetesen jön majd a többi is. És akkor most már tényleg következzen a mai témából és 2 beszélgetésből egy-egy rövid részlet. Most lesz 1 éve, hogy mi együtt dolgozunk, és olyan nem felejtem el a legelejét, hogy igazából még csak díszből voltam ott, mondhatom így, mert nagyjából mindent megcsinál, csak egy pólót kellett rá felsegítenem, meg esetleg egy pár szelet kenyeret megkenni, hogy megegye vacsorára, és ennyi volt. És aztán mama? Most már teljesen, tehát teljesen segítségre szorul, mások segítségére mindenben. És Dánielnek már vannak fájdalmai is? Igen, sokszor mondták azt, hogy ez egy olyan betegség, ami nem jár fájdalommal. Úgy gondolom, hogy ez igaz, viszont ennek a szövődményei igen. Tehát amikor kicsit túlerőlteti magát Dani, akkor nagyon sokáig görcsölnek a combjai, ami óriási fájdalommal jár, és egyszerűen nem tudtuk még kitalálni erre a receptet, hogy azt hogy kerüljük el, mert egy akármilyen fájdalomcsillapító ezen nem segít. És akkor hogyan lokalizálják ezt a fájdalmat? Masszázsral. Uh-huh. Ez szokott a legeffektívebb lenni. Most, hogy nagyon közel került hozzám testvéremnek az elvesztése, ezért óhatatlanul, amikor találkozom vele, amikor meglátom, érzem azt, hogy milyen elképesztő módon szeretem őt. Nem arra gondolok, hogy jaj, majd fel kell készülnöm arra, hogy lehet, hogy majd a hiányával kell megküzdenem, hanem inkább a pozitív oldalról fogom meg, hogy ha csak bemegyek hozzá a kórházba, akkor azt lássam, hogy azt érzem, hogy de jó, hogy te vagy, és de jó egyébként, hogy mi szeretjük egymást. És ez szerintem egy rendkívül fontos dolog, mert egyébként erre én nem gondoltam 10 éve, mert Dani ott volt nekem mindig. Hát jött, pacsisztunk, megöleltük egymást, és akkor ment a dolog tovább, de hogy akkor így nem nevesítettem, meg úgymond idézőjelbe tárgyastottam a hozzáfűzött, egymáshoz fűződő szeretetünket. 2022. augusztus 25-én mellbevágó ténnyel kellett szembesülnie dr. Karsai Dániel sikeres ügyvédnek, elismert alkotmányjogásznak, amatőr futballistának és feketeöves jiu-jitsu mesternek. Egy célzott orvosi kivizsgálás követően azt közölték az addig magát egészségesnek tudó, életereje teljében lévő férfival, hogy várhatóan már csak 2, de legfeljebb 4 év lehet hátra az életéből. Betegsége a ma még jószerivel gyógyíthatatlan ALS-kor, ami a mozgató idegsejtek pusztulása nyomán kérlelhetetlenül felemészti az ember teljes izomrendszerét, egészen az elkerülhetetlen végső elmúlásig. Karsai Dániel az első sok hatást keltette depressziója után úgy döntött,
a jövőben felhasználva alkotmányjogi felkészültségét küzdelembe kezd azért, hogy akik gyógyíthatatlan betegségük végső fázisába jutottak, a sok szenvedéssel járó mesterséges életben tartás helyett jogszerű, törvényileg is szabályozott körülmények között maguk választhassák meg az életből való méltóság teljes kilépésük pillanatát, illetve az ehhez szükséges szakasszisztenciát, azaz az aktív eutanáziát. A számos keresztény nyelvet hirdető, ám ahogy azt az elmúlt időszakban különösen sokasodó botrányok is igazolják, legkevésbé sem aszerint működő magyar kormány, még csak megfontolni sem volt hajlandó Karsai Dániel e tárgyban előterjesztett indítványait, sőt, lehetetlenné tette az ezügyben kezdeményezett népszavazás megtartását is. Így került Karsai ügye a Strasbourgban működő Emberi Jogok Európai Bírósága elé, amelynek ítélete a következő hetekben már várható, de még pozitív döntés esetén is évekbe telhet, amíg az kötelezően a magyar jogrendszer részévé válhat. A napról napra gyengülő fizikai állapotú Karsai Dániel harcának két fő támasza, a hozzám még a betegség egy korábbi állapotában csatlakozott ápolója, Márkovics Ákos, és Karsai Dániel öccse, Karsai Péter, akik vállalták, hogy az utolsó pillanatig és azon túl is segítik és folytatják a fizikai és szellemi küzdelmet. Ma velük, kettejükkel beszélgetek, külön-külön. Márkovics Ákos betegápoló van itt. Most, hogy ön eljött erre a beszélgetésre, ki maradt Karsai Dániel mellett? Most a családja van vele, és a többi segítőm, nekem is, és Daninak is a segítői. Van még másik pár ápolónk, aki ezeket a feladatokat elvégzi ilyenkor. Tehát váltva vannak, pontosabban, igen. Amikor ön nem ér rá, akkor belépnek önt helyettesíteni. Így van. És ez idő szerint hogy van Dániel? Mert a napokban azt lehetett olvasni, hogy kórházban ápolják. Így van, kórházba került sajnos pont a születésnapján, úgy tüdőgyulladása lett sajnos. Az valószínűleg a sok fekvéstől lett. Viszont nagyon jól reagált az antibiotikumokra, úgyhogy tudomásom szerint sokkal jobban van azóta. De még kórházban van? Még kórházban van. Hetente ön hány napot dolgozik mellette, és hány pihenő napja van? Hú, ez mindig nagyon változó szokott lenni egyébként. Attól is függ, hogy a többi kollégám, mondhatom így, hogy kollégáim, mikor érnek rá, meg mennyi időt, meg hogy nekünk is hogy alakul éppen az adott hetünk, mert vannak olyan programok, amikre mondjuk csak én tudom elvinni a Dániát, mert fizikailag képtelen rá más. Ön egy jól megtermelt fiatalember, azt azért látom. Na most, ahogy vendégeink esetében szoktam, az ön esetében is rövid kivonatot mondanék eddigi életéből. Márkovics Ákos 1998-ban született, a napokban lesz 26 éves, boldogságot kívánok, köszönöm meg jó szépen. Egészséget. Siklóson nőtt fel, anyja ápolónő, apja fizikai munkás, egy nővére van. 2012 és 15 között Bolyban a Monte Nuovo Nándor középiskolában szerezte meg a szociális gondozói és ápolói végzettséget. 2017-ben érettségizett Villányban, a Teleki Zsigmond szakközépiskolában. 2022-ben Újpesten, a Kanizsai Dorottya katolikus gimnáziumban felnőtt szakápoló szakra kezdett járni, ezt jövő májusban tervezi befejezni. 2015 óta, tehát 17 éves korától dolgozik az egészségügyben, volt már főnővérhelyettes, részlegvezető, de igazán az ágy melletti betegápolási munkát érzi a sajátjának. Ezt meg tudja erősíteni. Ezt megerősítem, igen. Igazán kevés szabadidejében gamer, azaz a videójátékok megszállottja? Igen? Igen, szinte túlságosan is. Na de hát sok ideje, amit elmondott már így röviden az előzetesben, túl sok ideje nem lehet. Nincsen, viszont mindig megpróbálok valamennyi kis időt szakítani arra, hogy tudjak játszani, mert nekem ez a feltöltődés. Ha tényszerűen foglaltam össze 26 évét, még kicsit kérem a türelmét, ugyanis itt támogatóink pár másodperces üzenetei következnek. OTP Travel, mert biztosan utazik. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Márkovics Ákos betegápolóval beszélgetek. Májusban lesz egy éve annak, hogy ő a gyógyíthatatlan ALS beteg Karsai Dániel alkotmányjogászt ápolja.
hogy most már belekezdjünk a beszélgetésbe. Valami okból én azt gondolom, hogy fiatal emberek foglalkozásként igen ritkán választják a betegápolást. Az ön esetében mi volt, ami erre a pályára vitte? Édesanyám is ápolónő, és még annak idején gyerekként engem elvitt a munkahelyére többször is, hogy kvázi, hogy megijedjek és ne válasszam magamnak ezt a hivatást, ezt a szakmát. Mert már gyerekkorában is mutatott némi affinitást? Valószínűleg igen. És pont ez volt az oka annak, hogy amikor ott voltam a pályaválasztás előtt, akkor így végig gondoltam, hogy mi az, amit tudnék csinálni, amire mondjuk alkalmas vagyok, és ez lett a vége. Tehát az édesanyja foglalkozását tulajdonképpen folytatta. Igen. Na most a hazai egészségügyi állapotokat látva, az a képzés időszakában nem fordult meg a fejében, hogy rögtön ne itthon, hanem valahol a világban helyezkedjen el? Ez többször megfordult a fejemben, de soha nem vitt rá a lélek, hogy elköltözzek Magyarországról. Nem igazán tudom elképzelni az életemet, csak úgy hirtelen, kikülföldre, egyedül. Biztos megállnám a helyemet, de valahogy nem próbálkoznék meg vele csak úgy. Már közel 10 éve annak, hogy elkezdtem dolgozni, és akkor még teljesen más világ volt az egészségügyben. Akkor még több dolgozó volt, több eszközünk, több szabadidőnk, a fizetés az mondjuk sokkal rosszabb volt, csak az ember mégis jobban megélt belőle. Egy szóval akkor még jobb volt 10 évvel ezelőtt. Tehát akkor még bizakodhatott, ugye? Igen. Azt már lehetett olvasni, hogy hirdetésre jelentkezve került Karsai Dániel mellé, aki ALS korban szenvedő beteg. Ez a kor, ha jól jegyeztem meg, a mozgató idegsejtek pusztulása nyomán felemészti a teljes izomrendszert, és a betegség előre haladását megállítani legalábbis ma még nem lehetséges. Ez a betegség, ennek a kezelése öntől megkövetelt speciális szakmai gyakorlatot vagy ismereteket? Konkrét szakápolási feladatokat nem kell ellátni, mert hogy az alapápolási tevékenységeken túl nem igazán van szükség szakápolásra, ha meg igen, akkor azt valamilyen intézetben, intézményben azt meg lehet oldani. Amikor jelentkezett Dániel mellé, tudta, hogy milyen betegségről van szó? Igen, ismertem a betegséget, de csak így nyomokban meghallomásról. Tehát a feletteseimtől is megkérdeztem, hogy esetleg erről tudnak-e, mert azért ők mégiscsak diplomás ápolók voltak, de nagyjából ők se tudtak többet nálam, vagy annál, amit esetleg az interneten az ember megkeres. De akkor bújta az internetet? Tehát nagyjából persze. Azért összeszedte azt a tudást, amit ehhez szükséges? Uh-huh. Igen. Uh-huh. Azt tudta, hogy a különleges kóresetek között már a nehézségi fokot illetően hol helyezkedik el ez az ALS kor? Nem, de ideközben rájöttem, hogy valószínűleg a jó nehezek között van. Ilyen kortól szenvedő beteggel korábban nem volt dolga? Egyszer volt, még valamikor kórházban dolgoztam, nem is tudom hány évvel ezelőtt, akkor volt, és emlékszem, hogy ott a főorvosnőnk is mondta, hogy ugye egyszerűen senki nem ismerte ezt, hogy ALS, és hogy mi az az ALS, és azt mondta, hogy Stephen Hawkingnak is ez a betegsége volt, így szokták az emberek ezt megjegyezni. Igen, erről majd még beszélünk. Mivel jogosítványt kaptam arra vonatkozóan, hogy szabadon beszélhetünk ápoltjáról, hadd kérdezzem meg, hogy milyen specifikus ápolói tennivalókat, feladatokat jelent az ebben a korban szenvedők ellátása? Hát mivel a teljes autonómiájukat elvesztik idővel, ezért hát főleg a személyi higiéné, a táplálás, a tetésítatás, ahogy megy előre az idő, egyre kevesebbet tud Dániel megcsinálni, meg illetve hát bárki, aki... Egyre kevésbé önálló. Így van. És például speciális segédeszközökre is szükség van Dániel vagy az ilyen beteg szakszerű ápolásához? Hát mit tekintünk speciálisnak, mert tehát ilyen ápolási segédeszközeink vannak természetesen, mint mondjuk egy fürdetőszék, nem is tudom, talán a betegágy is annak számít, vagy a kerekesszék, de úgy tudom, hogy vannak ilyen speciális beszédszintetizátorok, vagy nem is tudom, miknek lehet ezeket hívni, ilyen kommunikációs segédeszközök, de a beszerzésük, hát az eléggé nehéz itthon. Nehézkes, vagy még drága is? Hát szerintem is. És is. Hogyan, mi mindennel telik egy napjuk kettesben Dániellel? Megvannak azok a tipikus reggeli és esti rutinok, amiket hát nyilván mindenképp megcsinálunk, de ettől függetlenül, hogyha van egy sajtótájékoztató, egy parlamenti megjelenés, egy interjú, volt olyan időszak, amikor bejártunk dolgozni is Dánielnek a saját irodájába. Az ügyvédi irodába. Az ügyvédi irodába. Vasas meccsekre szoktunk járni. Azt, tényleg? Azt nagyon élvezem. Még a legutóbbi időkben is voltak kint vasas meccsen? Hát nem is tudom, 3 hete voltunk kint utoljára.
úgyhogy az még jó volt. Az egy ilyen szeánsz lett, egy közös program, ahova mindig el kell menni. Megvan az, hogy akkor rákészülünk, felhúzzuk a vasasmeszt, visszük a kis vasasos párnát, meg mindent, vasas sapkája is van a Daninak. Általában mindig Peti is velünk van olyankor. A Daninak az öccse. Igen. És Petinek a gyerekei is, amit nagyon élvezek. Sőt, hát most a vasas valamiféle tiszteletbeli taggá is avatta Dánielt, ugye? Igen, hogy Dani kapott két meszt. Az egyik egy 14-es számú volt, mert egyébként Dani a 13-as számban játszott, amikor még aktívan focizott. Azt hiszem, hogy az volt ez a tiszteletbeli tagsági, a 14-es, aztán egy legutóbb kaptunk ajándékba egy 13-as számú meszt, amin alá volt írva a játékosok által. A vasas játékosai által. Még valamennyire el tudja látni magát Dániel, vagy már 24 órás ápolásra, támogatásra szorul? Már 24 órás felügyeletre szorul. Az autonómiája már nagyjából teljesen elveszett. Az tehát napról napra tapasztalható, hogy halad előre a betegsége? Most lesz egy éve, hogy mi együtt dolgozunk, és olyan nem felejtem el a legelejét, hogy igazából még csak díszből voltam ott, mondhatom így, mert nagyjából mindent megcsinál, csak egy pólót kellett rá felsegítenem, meg esetleg egy pár szelet kenyeret megkenni, hogy megegye vacsorára, és ennyi volt. És aztán mama... most már teljesen, tehát teljesen segítségre szorul, mások segítségére mindenben. És Dánielnek már vannak fájdalmai is? Igen, sokszor mondták azt, hogy ez egy olyan betegség, ami nem jár fájdalommal. Úgy gondolom, hogy ez igaz, viszont ennek a szövődményei igen. Tehát amikor kicsit túlerőlteti magát Dani, akkor nagyon sokáig görcsölnek a combjai, ami óriási fájdalommal jár, és egyszerűen nem tudtuk még kitalálni erre a receptet, hogy azt hogy kerüljük el, mert egy akármilyen fájdalomcsillapító ezen nem segít. És akkor hogyan lokalizálják ezt a fájdalmat? Masszázsral. Uh-huh. Ez szokott a legeffektívebb lenni. De a tudata továbbra is teljesen épp? Természetesen. Ez természetes? Tehát igen. A tudat az mindmégig tulajdonképpen megmarad, azt nem érinti a betegség egyetlen fázisban sem? Semmilyenben. Beszélgetni mi mindenről szoktak? Mert gondolom, hogy egész nap együtt tölteni 12 órát, hát az, vagy egyáltalán neki van még kedve, van még ereje beszélgetni? Most már kevésbé, de ezen mindig meg szoktak lepődni az emberek, amikor elmesélem, hogy mi nem beszélgetünk annyit. Hiába vagyunk együtt mondjuk 12, 14 vagy 16 órát, az vagy programmal telik, vagy munkával, vagy ő olvas, olyankor meg persze nem beszélek. Szoktunk, tehát vannak azok az alkalmak, amikor inkább beszélgetünk. Egyszer mondta, amikor elmentem vacsorázni az egyik jó barátommal, hogy ezt nagyon irigyli tőlem. És mondom, Dani, mit csodád? Hát, hogy mondjuk még szilárd ételt tudok enni. És akkor így nagyon szívesen mesélek neki, csak valahol fáj is egy kicsit, amikor ezekben nem is tudatosulnak. Na most Karsai Dániel miközben a saját fizikai állapotával is meg kell küzdjön, igen komoly szellemi jogi küzdelmet is folytat itthon és Strasbourgban. Valamilyen mértékben, e tekintetben igényli az ön közreműködését? Hát erre azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mert azt sose felejtem el, amikor készültünk is Strasbourgba. Volt egy nagyon jól megírt beszéde, amit ő és a kollégái, meg még szakemberek is segítették, hogy ez megfelelő legyen. Például gyakoroltuk együtt, felolvasta nekem, a megfelelő hangsúlyokra oda kellett figyelni, az egyébként élvezetes volt. Meg hát maga a tény is, hogy én tettem lehetővé azt, hogy együtt kimenjünk Strasbourgba meghallgatásra. Hát hál' Istennek Dani bízik bennem minden tekintetben, még abba is, hogy a fizikumommal képes vagyok arra, hogy őt egy repülőn keresztül, pár országon keresztül átvigyük. És a különböző ellenőrző kapukon, ellenőrző igen, pontokon. Meg hát azért ott is szüksége volt ellátása természetesen. Eddigi munkáját ugye valószínűleg a nyilvánosság figyelmén kívül végezte, de most, hogy ön is így úgy reflektorfénybe került, a közfigyelem mennyire púp a hátán? Semennyire. Ez nekem élvezetes, hogy az igen? Én napjaim is kicsit másképpen telnek el, mint sem úgy, hogy elmegyek valahova, ledolgozom a 12 órát, és utána hazamegyek. És milyen beteg Karsai Dániel? Fegyelmezett, együttműködő, esetleg hullámzó, kedélyállapotú? Hát a hullámzó lenne a megfelelő szó erre. El kell kapni a pillanatot, amikor lehet vele beszélni, és olyankor mindig együttműködő, tehát olyankor soha nem volt olyan, hogy valamit ellenkezett volna. Talán egyszer volt olyan,
ami így nagyon megmaradt bennem, az a beteg ágy volt, amit nagyon nem szeretett volna, tehát az ellen nagyon milyen ellenkezett. Beteg? Az az elektromos beteg ágy, ami hát főként ilyen távkapcsolóval lehet irányítani magasságát, dőlés szögét, stb., ugye? Igen, az nekem nagyon nagy segítség volt, amikor azt beszereztük, de egy darabig eltartott, mire rábeszéltük Danit, hogy erre azért már szükség lenne. Igazából az volt neki rossz, hogy ezzel egy szakasz véget ért az életében, amikor egy kényelmes francia ágyat lecserél egy szintén kényelmes, de beteg ágyra, és már kezd a szoba, a hálószoba egy beteg szobára hasonlítani, akkor az már annyira nem kellemes. Az egyik legismertebb ALS beteg a világhírű angol elméleti fizikus Stephen Hawking volt, aki miután 21 éves korában azt hiszem megállapították nála ugyanezt az ALS kort, egészen 76 éves koráig élt, tehát a betegség felfedezéséhez képest további 55 évet. Szakmai kíváncsiságból ön esetleg nem tájékozódott Hawking kór esetéről, illetve arról, hogy az ő hosszú túléléséhez milyen speciális, esetleg ápolási módszerek járultak hozzá? Ő teljesen atipikus volt, tehát azért 50 évet, több mint 50 évet elérni egy ilyen betegséggel szinte mondhatom, hogy lehetetlen. Tehát tankönyvileg is 3-5 évet mondanak az orvosok diagnózis után. Tehát ez azért bőven túlhaladta ezt. Egyszer azt hallottam, hogy talán neki valami nem is pont ugyanez a betegsége, hanem valami másabb, de ezek már csak ilyen pletykák, spekulációk. Tehát de annak nem járt után, hogy esetleg az ápolásban mi lehetett az a specialitás, ha egyáltalán lehet valami specialitás, ami adott esetben akár meghosszabbíthatja az ALS beteg életét? Nem. Másra térve, Daniel küzdelmének egyik legnehezebb pillanata lehetett, mondom én, amikor nemrégiben ellátogatott a magyar parlamentbe, hogy személyesen érvelhessen legalább a saját és sorstársai ügyének napirendre tűzése mellett. Láttam a híradásokban, hogy ott volt vele ön is. Hogy hatott önre, és hogyan Danielre a kormánypárti képviselők, hát nem tudom szép szavakkal, illetve megpróbálom szép szavakkal illetni, jelentős többségének meglehetősen elzárkózó viselkedése, nevezetesen, hogy tulajdonképpen szóra sem értemesítették Danielt. Azt el kell, hogy mondjam, hogy nem lepődtem meg egyáltalán, hogy a kormány közeliek ezt így pont nem nagyon érdekelte őket. Az, amikor a képviselők csak így a körmüket nézik, meg ki az ablakon, meg össze-vissza fölállnak, meg a telefon a kezükbe, az már azért úgy. Miközben ő mesélte a kor történetét, még ráadásul rá se hederítettek, vagy próbálták azt mutatni, hogy közömbösek. De érti Igen. maga ezt? Hát a politikusok egy kicsit másak, én úgy gondolom, és akkor itt még szépen fejeztem ki magam. Nagyon szépen fejezte ki magát. Mivel a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán ugye ön is jelen volt, mennyire volt szokatlan közeg az ön számára ez, amikor ide elkísérte Danielt? Az egy teljes újdonság volt a számomra, mert én akkor voltam életemben először külföldön, pláne, hogy akkor is repültem először. Talán az volt a legfurcsább, hogy az Emberi Jogi Bíróságon ott minden egy protokoll szerint megy. Nagyon ijesztő volt az, amikor megérkeztünk, ott volt a fogadóbizottság, és kivették Danit a kezemből, már úgy, hogy a tolószékkel együtt nyilván, és mint amikor az embernek a félkarja elveszik, és így ilyen el vagyok anyátlanodva, apátlanodva olyankor. Hogy úgy érezte önmagát, Igen. hogy elvették öntől a betegét. Uh-huh. Igen. Tényleg minek tekinti magát Daniel mellett? Ápolónak, polgárjogi küzdőtársnak, ha már egyébként a beszédeket önön gyakorolta, barátnak, vagy már-már családtagnak? Hát talán egy kicsit mindnek egyszerre. Sok szerep van, amit betöltök, aminek egyébként örülök is, mert ez megtisztelő. De megvan az, amikor most ápoló vagyok, most barát, most családtag. Hogyan tanulta? Betegápolóként kell némi távolságot tartani betege és önmaga között? Hát a saját mentális egészségem megőrzése érdekében kell, csak nem lehet. Tehát, hogyha van valami emberség bennem, vagy a többi segítőfoglalkozást végző személyben már pedig kell lennie, akkor úgy gondolom, hogy ez a kettő valahogy nem... Tehát ütközik egymással, hogy kell is, de nem igazán lehet. Tehát Daniel esetében sem képes tartani azt, hogy lelkileg ne azonosuljon vele? Nem. Ezt nem lehet elkerülni. Hogyan képes együtt élni azzal a gondolattal, hogy egy-egy ápoltját előbb-utóbb el fogja veszíteni? Én főként idősellátásban dolgoztam, és
Hát ott azért tudjuk, hogy onnan már haza nem mennek a betegek, az időseink, de ez egy intézményi ellátási formában más egy kicsit, mert ott leteszem a lantot, felveszem a lantot, hazamegyek, otthon is van dolgom, de mindig van egy kedvenc beteg, mindig van egy olyan, aki az embernek közel áll a szívéhez. De tényleg ott másabb. Viszont így, hogy azért a napjaim, az időm többségét Dániellel töltöm, ez megint csak azt mondom, hogy ez itt sokkal nehezebb. Ilyen esetben végig gondolja, hogy mindent megtett-e és mindent jól tette meg az ápoltja érdekében? Igen. Igen, ez mindig megfogalmazódik bennem, ez a kérdés, és hát azt érzem, hogy mindent megteszek, és mindent meg is tettem, hogy ha nem is elnyújtsam az életüket, hanem hogy a maradékot még méltóságban töltsék el, mert az emberi méltóság a legfontosabb. Miután egy ápoltjával ugye hónapokon, akár éveken át szinte szimbiózisban él, szükséges egy-egy ilyen ápolási folyamat végén ilyen rekreációs, tehát egyfajta felfrissülése szünetet tartani, netán valamilyen lelki terápiát is igénybe vennie? Biztos, hogy szükségem lenne, csak még eddig nem jutottam el odáig. Hogy nem? Miért nem? Hát még mielőtt Dániát megismertem volna, és tényleg csak az egészségügyben dolgoztam, nekem azért 3 munkahelyem volt általánosságban, de 2 legalább. Azért, hogy meg tudjon élni? Természetesen azért. És hát azért egy ilyen segítő szakembert felfogadni, mint egy pszichológus, pszichiáter, főleg így magámban azért, hát nem egy olcsó dolog. És az intézmények, ahol dolgozott, ezt nem vállalják, hogy alkalmaznak olyan pszichológust, aki segíti ezt a feldolgozást? Nem. Nem? Egy intézmény sajnálja erre a pénzt. Vagy nincs is talán pénze. Vagy nincs is. Bár ön még igen fiatal, ugye 26 éves lesz a napokban, de már lehet talán rálátása arra, hogy vajon idővel nem közömbösödik-e az ember egy-egy ilyen lelki megpróbáltatásokkal teli folyamatban, akármennyire is felemelő, amit végez? Hát azt hiszem, hogy az ápolók körében a legelterjedtebb a kiégésnek a fogalma, és ez nem véletlenül van így. Nem találkoztam még olyannal, hogy valaki ezt idővel ne unta volna meg, ha úgy mondhatom, hogy nem közömbösödött el az egész iránt. Vagy munkahelyet vált, vagy a szakmából lép ki. Gondolkodott-e már azon, amiért Karsai Dániel küzd, azaz a kegyes halálon, az aktív eutanázián? Én ezt abszolút elfogadom. Tehát aki ágy mellett dolgozik, és találkozott már olyannal, hogy valaki csak ott fekszik, csak létezik, nem él, csak létezik, abban ez hamar megfogalmazódik, ez a kérdés, hogy miért nem lehet ezt itthon bevezetni. Tehát, hogy jogos-e az az igény valaki részéről, aki bizonyítottan menthetetlen beteg és csak szenved, hogy önmaga dönthessen élete befejezéséről, igen. Azt mondja? Igen. És ön azon az oldalon van, hogy ezt a lehetőséget meg kellene adni az ilyen betegeknek? Hát kegyetlen, amikor az ember ezzel szembesül nap mint nap, hogy éveken keresztül még van, aki csak fekszik, és van, akinek már hozzátartozója sincsen. Tehát még csak az sincs, hogy valaki megfogja a kezét, és azt mondja, hogy vagy, vagy szeretlek, vagy akármi mást. És erről szól az élete hátralévő része. És nem egy hétig, két hétig, hanem éveken keresztül, mert olyan is van. Sőt, amikor dolgoztam súlyos fogyatékkal élő gyerekekkel is. Igaz, nem sokáig, mert azt lelkileg nem bírtam, de ott aztán ez hatványozottan megfogalmazódott bennem. Tehát se szüleik, se barátaik, se senkiük nincsen, és csak léteznek egy ágy tetején. Tehát ez borzasztó, és gyerekekről van szó. Tegyük fel, hogy a Strasbourgi Bíróság rövidesen arra kötelezi a magyar jogrendszert, hogy léptesse hatályba az aktív eutanáziát, és azzal együtt elfogadja, hogy a távozásban az erre képesítettek szakszerűen közreműködhessenek. Ilyen, tehát jogilag is megengedett esetben ön például vállalkozna arra, hogy ápoltja esetében személyesen is közreműködjön ebben a folyamatban? Igen. Igen? Ez egy határozott igen. Én biztos vagyok benne, hogy segítséget nyújtanék, azért, hogy ne szenvedjen tovább, már úgy gondolom, hogy megéri. Az, hogy utána én ezt hogy dolgozom föl, az már egy másik kérdés, de én ezt abszolút elvállalnám. Azt mondták már önnek, hogy maga nagyszerű ember, Ákos. Köszönöm szépen. Büszke magára a családja, mondjuk édesanyja? Igen. Aki ugyanezen a pályán dolgozik? Sokat gondolnak rám, sok üzenetet kapok tőlük. Büszkék rám nagyon a családom, ami boldogsággal tölt el.
lehetnek is. Köszönöm önnek, hogy tudott kis időt szakítani ránk, és válaszolt a kérdéseimre. Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Itt akkor most tartunk egy igen rövid szünetet, addig ismét támogatóink kapnak szót, aztán már Karsai Péterrel, az ALS beteg Karsai Dániel öccsével folytatjuk. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel. Mert biztosan utazik. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. És most Karsai Dániel öccse, Karsai Péter a vendégem. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, ha megengedi, önhöz is mellékelnék egy rövid életrajzi kivonatot. Jó? Karsai Péter 1980-ban született Budapesten, 43 éves, anyja a Budapesti Műszaki Egyetem idegennyelvi tanszékének volt a vezetője, apja nyugdíjas történész, egyetem testvére Karsai Dániel alkotmányjogász. Karsai Péter a Berzsenyi Dániel gimnáziumban érettségizett 2000-ben, majd 2005-ben végzett az Államigazgatási Főiskola igazgatás szervező szakán. 2011-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen környezetvédelmi településmenedzser lett. Angolul és olaszul felsőfokon beszél, ugyanis Rómában élt 2007 és 2008 között. 2005 óta szinte megszakítás nélkül multinacionális cégeknél dolgozott, dolgozik. Fiai közül az egyik általános iskolai tanuló, a másik óvodás. Hobbija a labdarúgás, valamint a futás és a borkóstolás. A borkóstolás? Ez a borkóstolás, ez egy hobbi, ami 2000-es évek legelején került be az életembe, és 2013-ban egy szomelié tanfolyamat, egy éves szomelié tanfolyamat elvégeztem. És azóta, ilyen szinten. Igen, és azóta kicsit tudatosabban nyúlok a borokhoz. Már önökre térve, korábban Dániel-el önök milyen testvérek voltak? Nekünk nagyon jó gyerekkorunk volt. Mi nagyon szerettünk együtt játszani, focizni, minden időnket úgymond együtt töltöttük. Ez a legkisebb gyerekkortól kezdve egészen a gimnázium végéig eltartott, amikor igazság szerint így külön váltak útjaink, mert Dani Győrbe ment tanulni, ott végezte a jogi kart, én meg maradtam Budapesten, akkor még ugye gimnazista voltam. Eredetileg ön is jogi pályára készült, akár csak a bátyja? Igen, ez lett volna a terv. Én nagyon szerettem a törit meg az irodalmat gimnáziumban. Dani lényegesen jobb, lelkesebb tanuló volt, meg főleg nagy vizsgákra készülő. Őt másodjára vették fel a jogra, engem meg másodjára sem. Így hozta a sors, úgyhogy én nem nyertem felvételt a jogi karra sajnos. Na most már a tárgyalt témánkra térve, hogyan kezdődött Dániel betegsége? Voltak előjelei az ALS-nek a betegséget megelőzően is? A legelső ilyen jel volt, ami 2021 júniusában tapasztalt Dani, amikor Balatonon volt a házunkban, akkor egyik nap érzett egy ilyen erős nyiloló érzést, ami egy elektromos kisülés volt, és hogy a betegséget diagnosztizáló orvosa említette, hogy ez egy elektromos kisülés az, amikor elkezdődik ez a betegség. Hát ez volt majd, hogy milyen az elektromos kisülés? Tehát mit ér ez az ember? Az elektromos kisülés az egy olyan fájdalomérzet, ehhez hasonlítható, mint amikor az ember nagyon beveri a térdét vagy a könyökét, és akkor másodpercig az ember csillagokat lát, és az nagyon faszán elmúlik. És utána kezdődtek el nagyon enyhén az izomrángások, ugye az ALS-nek az alapvető szimptomáit a Kodani már tapasztalta saját magán, de ezek aztán elmúltak. Izomrángások hol? Karban, lábban, de nagyon enyhén. Ha nem is figyeli, nem is tűnik föl. Tehát, hogy ez sajnos így kezdődött, de hónapokig nem hallatott magáról a betegség, olyannyira nem, hogy a Dani 2021. november elején levizsgázott barna övre, ami egy nagyon-nagyon komoly... Barna övre? Milyen sportágban? Jiu-jitsu-ban barna övre vizsgázott. Az egy küzdősport, ugye? Az egy küzdősport, amit Dani 2010 óta folytatott. A barna öv ugye a legutolsó, a fekete öv egy Dan előtt, ez egy nagyon komoly vizsga volt, de akkor ő már fél éve tapasztalta magán ezeket a jeleket. Igen, ahogy ezt előzetesen olvastam, sportos életet élt bátyja, többször járt Nepálban, hegyet mászott, rövid távfutó is volt, ha jól emlékszem, és mint mondja, küzdősportokban is jeleskedett.
Így van, Dani gimnáziumban kezdett atletizálni, rövid távfutó volt, a 100 méter volt a kedvenc távja, nagyon, nagyon fürge volt, ezt egyébként, amikor nagypályán fociztunk, ennek mindig nagyon örültünk, van egy ilyen fürge csapattársunk, nagyon, nagyon jó fizikumú volt mindig is. Minek hatására mennek el először orvoshoz, vagy megy el Dani orvoshoz? Dani alapvetően mindig nagyon hipohonder volt, és nagyon félt, hogy fú, neki valami nagyon komoly baja lesz majd egyszer. Tényleg? És tulajdonképpen, hogyha bármi problémát, apró problémát érzékelt magán, akkor gyorsan rohant orvoshoz, gyorsan neocitrántet betett, akkor gyorsan bezárkózott, nehogy valami baj legyen, de ez nagyon ritkán fordult elő, mert Dainak soha nem volt semmi baja. Csak hogyha mondjuk kicsit megfázott, akkor azonnal úristen, most mi lesz. Az ALS-nél, amikor jöttek az első szimptomák, elment neurológushoz, hogy valaki mondjon valamit, hogy ez mégis mi lehet. Úgy érezte, hogy a hüvelykujja és a mutató ujja közötti izom, mintha nem reagálna semmit, hogy nyomkodta az ujját, nekem is mutatta, hogy olyan, mintha ott ez élettelen lenne. De hát ugye ez attól még az ember meg tudja fogni a poharat, tud inni, ki tudja nyitni az ajtót, be tud szállni az autó, minden működik, csak. Tehát nem ügyetlenedett el. Egy picit, de nagyon enyhén. Ami egyébként nem gátolta őt semmiben, mert ugyanúgy jött-ment, a rollerral bement a munkahelyére, minden oké volt, csak valami nem volt rendben, úgyhogy meglátogatott egy-két neurológust, akik kivizsgálták, és volt is, aki fölírta pici apró betűkkel, hogy hát talán ALS gyanú. De mivel Dainak nem fájt semmi, élte életét, ugyanúgy ment Nepálba, közben barátnője is lett, komolyabb, hosszú távra terveztek, hogy ugye ez háttérbe szorult ez a kérdés. És akkor már 2022 április elején vagyunk, amikor mentünk Baranyába, egy kis településre, Szörény falucskába szavazatot számolni. Hajnalban mentem érte, hogy időben megérkezzünk a településre, és akkor Dani, amikor beszállt az autóba, mondta, hogy most ne nevessem ki, de segítenem kell bekötni a biztonságjövet, mert nem tud átnyúlni a vállán. De mivel Dani teljesen jól nézett ki, ugyanolyan sportos volt, fit volt, ugyanúgy humorizált, aktív volt, munkahelyen, mindenhol, úgy voltam vele, hogy Dainak úgy sincsen soha semmi baja. Aztán bátyjával jó másfél éve már együtt utaztak Kaposvárra megismerni azt az orvosi diagnózist, ami első ízben vetette fel komolyabban nála az ALS-kor lehetőségét. Van annak oka, hogy miért éppen Kaposváron vizsgálták ki Dánielt? Ott van az egyik legjobb neurológiai központ az országban, és a főorvos urat családon keresztül ismertük, így könnyebben el tudtuk intézni. Nyilván villámcsapásként érte önöket a diagnózis. A doktor úr bejött, és nagyon hosszan, nagyon részletesen elmondta, hogy Dainak mi a diagnózisa, és azt mondta, hogy minden egyes vizsgálati eredményt mérlegelve ők azon az állásponton vannak, hogy Dainak ALS-e van, és 3-5 év várható időtartam van. Akkor már tudta ön, vagy tudták önök, hogy mi az ALS? Bevillant, hogy Stephen Hawking is ebben a betegségben szenvedett, de nem tudtam róla semmi komolyabbat. Annyit tudtam, hogy valószínűleg ez az izomsorvadás, amit magyarul izomsorvadásként ismerünk. Mennyire került padlóra ettől a bátyja? Dani tartotta magát, és kérdéseket tett fel a főorvos úrnak, és igyekezett minél több információra szert tenni, hogy utána megfelelő döntéseket tudjunk hozni, hogy hogyan tovább. Dani akkor került padlóra, amikor hazajöttünk, eltelt egy pár nap, és úgy igazán tudatosult benne, hogy mi is ez a betegség. És önben mikor körvonalazódott, hogy mekkora valójában a baj? Amikor hazatértünk Kaposvárról, nekem is kellett egy-két nap, hogy tudjam rendezni soraimat, és a családban van orvos, meg baráti körben is vannak kapcsolataink, és hát tulajdonképpen mindent mozgósítottam, és informálódtam elsősorban, hogy merre lehet elindulni. Amit nem próbáltunk meg, azt igazság szerint csak a teljesen alternatív gyógymódoknak a végigpásztázása volt, de kapcsolatba léptünk amerikai, japán, indiai, kínai, brazil intézményekkel is, hogy az ALS-t lehet-e a világi orvoslás keretein belül valahogy kezelni.
Izrael sem hagyom ki a sorból, megpróbáltuk a Danit különböző stadikba bejuttatni, hogy esetleg valami olyan új gyógyszerkészítmény a piacra kerül időközben, ami bizonyos szinten gyógyulást ígérhet Daninak, de sajnos ezek mind dugába döltek ezek a kísérletek. És hogyan gondolta végig azt, hogy mi lehet ebben a bajban, ebben a helyzetben az ön dolga, az ön szerepe? Tapasztalva Daninak a mély depresszióját. Amit mindenképpen tudok a Daninak garantálni, az a jelenlétem, a közelségem, az, hogy vele vagyok, hogy fogom a kezét. Például volt önök között beszélgetés arról, hogy az új körülmények között ki mit tesz, illetve ki mit vár a másiktól, vagy a helyzet idővel kialakult magától? Igyekeztünk mindig úgy alakítani a közös programjainkat, hogy ne az állásról szóljon minden. Persze a legelső hetekben azért mindig ez volt, hogy tudtál valakivel beszélni, hogy és az a doki mit mondott, neki is megmutattad a leleteimet. Tehát, hogy ezeket a dolgokat persze muszáj volt legelején megbeszélnünk, de utána én tudatosan arra igyekeztem fókuszálni, hogyha Danival töltöm az időmet, akkor minden a Fulemről, a Vasasról, politizálásról szóljon, akkor ne... Fulem az a kedvenc foci csapatok, ugye? A második, az első a Vasas. Ja, az első a Vasas, bocsánat, a sorrendet nem tudtam. A depressziós korszaka, időszaka meddig tartott? December 20-áig, 2022. december 20-áig. Ilyen precízen tudja, napra pontosan? Igen, a napfordulónak a dátum. Ezt Dani mondta, ezt nem fogom szerintem sosem elfelejteni. Addig depresszív állapotban volt. Hány hónap volt ez akkor? Hát egy 3 hónap volt körülbelül. És fokozatosan Dani picike lépésekkel igyekezett kijönni ebből az állapotból, szakemberek meg gyógyszerek segítségével. Szakemberek, pszichológusok? Igen. És december 20-a az ő elmondása szerint december 20-a volt az a nap, amikor kisütött a nap, és onnantól kezdve elkezdte másképp látni, meg érzékelni önmagát, meg a körülötte folyó világot, és el tudott kezdeni megbirkózni és megbarátkozni magával a betegséggel, hisz akkora már a betegség testet töltött. Már picit úgy elkezdett járni, hogy ilyen picit esetlenül, néha kicsúszott kezéből a kés meg a villa evésnél, tehát hogy nagyon óvatosan már érzékeltette a betegség, hogy jelen van. Ebben a depressziós fázisban esetleg voltak végzetes gondolatai is? A legelején, amikor megtudta a diagnózist, utána beszélgettünk erről egyszer, és mondta, hogy megfordult benne a legrosszabb is, de akkor még a sok hatás legelején tartottunk. De aztán Dani nagyon ügyesen és nagyon karakán módon összeszedte magát, és én azt gondolom, hogy nem voltak több ilyen gondolatai. Ki segített inkább a másiknak túljutni a sok hatás keltette depressziós állapoton? Egyáltalán egymás segítették, vagy mindenki igyekezett maga végig gondolni, hogy hogyan lesz ez után? Dani mindig kérdezte tőlem a legelején is, hogy na jó, de te hogy vagy, Pete? Te ezt az egészet hogy éled meg? És ez annyira megható volt egyébként, hogy látván Daninak ataton depressziónak minden jelét, még ebben az állapotában is érdeklődik az öccse hogy léte felől, aki egyébként teljesen jól van, lekopogom mind a mai napig. Én azt gondolom, hogy a Daninak a közelsége és az elhatározás, hogy nekem neki mindenképpen segítenem kell, nekem sok erőt adott. És e tekintetben remélem, hogy Dani is így érzi és így gondolja, hogy ha ezen a nagyon rossz időszakon tudott lendülni, abban nekem is volt egy kis részem. Ez az izomsorvadásos betegség alapvetően az izomzatot érinti, vagy a belső szerveket is? Az izomzatot. Belső szerveket nem érinti. Leges-leges legvégén a tüdőt és a legutolsó állomás a szív. És az agy pedig érintetlen. Tehát végig kell szenvedni az egészet, amire a szívet eléri. Teljesen épp tudattal. És az hogyan, mikor, kinek az agyából pattant ki, hogy nem csak a betegséget kell valahogy elviselni, hanem a csatát jogilag is meg kell vívni az aktív eutanázia jogi elfogadtatásáért? Már ott akkor, aznap, amikor megtudta a betegséget, az alkotmány jogászi énje erősebb volt, és tett arra utalást, hogy ezzel ő szeretne majd foglalkozni. De ez egészen következő év márciusáig, a születés napjáig erről nem esett szó, és akkor
tárta elénk szűkbaráti körben, hogy neki milyen tervei vannak az életvégi döntésekkel kapcsolatban. Tulajdonképpen akkorra már egy teljesen kidolgozott elképzeléssel, tervel állt elő? Egy vázlatos terv volt készen tavaly márciusban, amelyet finomította jogászai, meg tudós ismerősei, barátai segítségével, és végül a beadvány augusztus 10-én készült el, és akkor küldték el postán Strasbourgba. Az, hogy Dániel talált egy célt a betegségek közben, ön szerint mennyire játszott szerepet a depressziója lecsillapításában? Maximálisan. Dainak a legjobb időszaka az elmúlt másfél évben, az egyértelműen ehhez a jogi csatározáshoz, ez a jogi küzdelemhez köthető. Ő akkor volt igazán elemében, amikor nyilatkozhatott, amikor a tévében voltunk, amikor Strasbourgban elmondta a gyönyörű szép párperces beszédét angolul, abszolút érthetően angolul. Ezek voltak azok, amikor Danin az őserőt lehetett látni, hogy mutassunk kettőt, aki utána csinálja. És az ön első benyomása mi volt? Okos dolog ezt a jogi harcot felvállalnia? Nekem az első reakcióm az volt, hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy ez nem az az ország, ahol ezt keresztül lehet vinni. Próbálta le is beszélni róla? Nem, én csak első indulatból, első érzésből mondtam neki, hogy szerintem ez ott, akkor abban a percben, órában nem egy helyes döntés ezt elindítani, de nagyon hamar meggyőzött a Dani, hogy hát igenis, dehogy nem. Egyébként bátyja esete előtt ön találkozott bármikor is az eutanázia problematikájával? Amikor anyu nagyon beteg volt 2012-13-ban, beszélgettünk arról, hogy állítólag vannak Svájcban ilyen hospice megoldások, és hogy esetleg anyuval kimenni, de hogy ennek nem tudjuk a körülményeit, a kereteit, beszélgettünk erről, de én teljesen idegenkedtem ettől akkor. Tehát inkább nem elutasító is volt ezzel kapcsolatban, azt mondja? Nem is láttam magam előtt akkor azt 2013 elején, hogy ezt hogyan lehetne egyáltalán megvalósítani, hogy anyu tulajdonképpen alig tud fölkelni az ágyból, szegény. Hogyan készítették fel, illetve hogyan kondicionálták a környezetüket, a családot, a barátokat, ismerősöket? Alkottak például szabályokat, hogy miről szabad, miről nem, vagy hogyan ajánlatos Dániel társaságában beszélni? Amikor Danival vagyunk, akkor nincsen tabu. Ezt pont az egyik barátjának mondta Dani egy pár hónappal ezelőtt, hogy a barátja picit így nehezen találta a szavakat egy kellemetlen téma kapcsán, hogy hogyan vesse föl Daninak, és Dani mondta, hogy ne viccelj már, tehát igazság szerint nagyon durván haldoklom, nekem bármit mondhatsz, bárhogy. Mint mondja édesanyjuk, ugye 10 éve meghalt, de apjuk él, ő az ismert történész. Vele például hogyan tudatták a hírt? Nagyon nehéz erről beszélni. Más az kapcsolatunk, a betegség kapcsán, hogy Danit hogyan lehetne így támogatni, esetleg valamilyen gyógymódot találni, ebben apu nem vett részt. Igyekezett Danival akkor találkozni, és találkoztak is egyébként az követő hónapokban, de megmondom őszintén, hogy így ezek a találkozások idővel így elmaradoztak. Hogy nyilván van, jelen van, de hogy ezek így elmaradoztak. Lehet, hogy önvédelem is van ebben egy kicsit az édesapjuk részéről, vagy tévedek? Lehetséges. Biztos, hogy rendkívül nehéz neki apaként a nagyobbik, idősebbik fiának betegségét látni, tapasztalni. Biztos, hogy rendkívül nehéz neki is. A bátyához hasonlóan ön is fiatalember, tehát átlagos esetben a hétköznapokban alig ha gondolkodnának a halálról, illetve az elmúlásról. Az előállt körülmények miatt viszont gyakran szót ejtenek, gondolkodnak a halálról? Lehet beszélni, és tudtam a Danival részleteiben beszélni még korábban a halálról, magáról, tudom, hogy fél tőle, tart tőle, de van, amitől sokkal jobban fél, és az a méltóságának elvesztése. Tudtam a Danival beszélni a temetéséről is, sőt, még nevetgéltünk is közben. Ez nem is olyan rég volt, kevesebb, mint 3 hete. Hogy a temetését az hogy szeretné, és hogy milyen helyen képzeli el. Hát most, hogy
nagyon közel került hozzám testvéremnek az elvesztése, ezért óhatatlanul, amikor találkozom vele, amikor meglátom, érzem azt, hogy milyen elképesztő módon szeretem őt. Nem arra gondolok, hogy jaj, majd fel kell készülnöm arra, hogy lehet, hogy majd a hiányával kell megküzdenem, hanem inkább a pozitív oldalról fogom meg, hogy ha csak bemegyek hozzá a kórházba, akkor azt lássam, hogy azt érzem, hogy de jó, hogy te vagy, és de jó egyébként, hogy mi szeretjük egymást. És ez szerintem egy rendkívül fontos dolog, mert egyébként erre én nem gondoltam 10 éve, mert Dani ott volt nekem mindig. Hát jött, pacsisztunk, megöleltük egymást, és akkor ment a dolog tovább. De hogy akkor így nem nevesítettem meg úgymond idézőjelbe, tárgyastottam a hozzáfűzött, egymáshoz fűződő szeretetünket. És ebben az új helyzetben önnek hogyan változott, ha változott a viszonya, akár a természetes, akár az önként választott halálhoz? Az eddiginél jobban tart tőle, hiszen 2 kisgyerekért felelős, vagy a mindennapos közelség sokkal elfogadóbbá tette? Dani betegsége óta én sokkal jobban aggódom a szeretteimért, a legközelebbi barátaimért is. Mert hogy most ugye tapasztaljuk több mint 1,5 éve, hogy bizony milyen forgatókönyvet tud írni a sors. Nagyon aggódom a gyerekeimért, ezt gondolom minden édesapa, szülő ezt megéli, ezt az élményt, de én nem voltam egy ilyen nagyon aggódós apuka korábban. A halálhoz való viszony nem foglalkoztat, és nem félek tőle. Ez egy olyan dolog, ami majd el fog érkezni. Dani példáján viszont hatványozottan jobban érdekel, hogy már pedig a méltóságot azt ne veszítsük el. Mert sajnos, bár Dani elképesztően férfiasan, méltó módon küzd meg a betegség utolsó fázisában is minden részlettel, de azt gondolom, hogy ez már nagyon masszívan feszegeti a méltóság elvesztésének kérdéskörét. Mindenhez segítségre van szüksége, ahhoz is, hogy balról jobbra jobb oldalára tudjon fordulni az ágyban, a fürdetésen át tulajdonképpen mindenhez neki már segítség kell. Ezt szerintem elképesztően nehéz lehet épelmével feldolgozni és kezelni úgy, hogy az ember ne akarjon folyamatosan üvölteni a dütől és a kétségbeeséstől, a frusztráltságtól. Na de ez a kérdés, hogy ezeket már más csinálja szükségszerűen, akkor ezzel mégiscsak sérül a méltósága. Így van. Épp erről szól úgymond ez a társadalmi párbeszéd, amit a Dani ugye tavaly szeptemberben útjára indított. Hol van az a határ, amikor már azt mondjuk, hogy bár itt van 10 nagyon közeli barát, meg néhány nagyon-nagyon közeli szerettem mellettem, körülöttem, és tényleg mindenben segítenek nekem, de hol van az a pont, amikor már azt mondom, hogy olyan mértékben sérült a méltóságom, az önrendelkezésem, az saját döntésemhez való jogom, hogy azt szeretném mondani, hogy eddig és ne tovább. Abba bele gondolt, hogyha engedélyeznék ezt a bizonyos aktív eutanáziát, képes lenne bátyja ágyánál állni, amikor végrehajtják ezt? Én még azon is túl. Ha a jogi keretek adottak lennének, és a Dani olyan döntést hoz, hogy én álljak ott, akkor én ott állnék. Kicsit fordítva a beszélgetés menetén, egy ilyen betegség mekkora terhet, anyagi terhet jelent az érintett és környezete számára? Korábban beszéltünk róla, hogy ugye szükségessé vált az akadálymentesített lakás, minél egyszerűbben használható berendezések, ápoló, illetve ápolók, helyettesítő ápolók alkalmazása, gyógyászati segédeszközök, készítmények beszerzése. Dani megteremtette magának azt az egzisztenciát az elmúlt 15-25 évben, hogy ő ezeket a kiadásokat minimális családi segítséggel, de abszolút tudta finanszírozni. Ezek eléggé tetemes összegek, de hogyha valakinek nincsen ALS betegként, betegségben szenvedőként egy akadálymentesített lakása, akkor az rendkívül nehéz kérdés. Onnantól kezdve, akkor az emberben van a lakásában, egy-egy szobában, és nem tudja azt, vagy csak rendkívül nehezen elhagyni. És csak azért hoztam szóba, mert Magyarországon legalábbis az egészségügyi statisztikák tanúsága szerint
évente körülbelül 500 esetben állapítják meg az ALS-kór jelenlétét. Ez ugye ugyanennyi családot is érint, de nyilván az esetek többségében kevesebb a lehetőség, ahogy mondja, a szakszerű ápolásra. Esetleg arról tud-e valamit, hogy kedvezőtlenebb lehetőségek esetén milyen sorsra számíthat a hazai ALS betegek többsége? Nem tudom, és belegondolni is nagyon szörnyűséges, mert Daniel tekintetben szerencsés, mert meg tudja finanszírozni magának azt, hogy 24 órán keresztül egészen elképesztően profi ápolók vagy ápoló áll az ő szolgálatában, úgymond, de én sejteni vélem, hogy nem minden ALS betegségben szenvedőnek van erre lehetősége. Szerintem ilyenkor a családok összeállnak, családtagok összeállnak és segítenek. Az aktív eutanáziáról szóló viták egyik állandó visszatérő érve vagy ellenérve, hogy az időhúzás, az életben tartás azért is indokolt lehet, mivel a tudomány fejlődésével hát úgymond minden pillanatban előállhat egy olyan helyzet, amikor az addig megoldatlan gyógyítási problémák esetleg megoldódnak. Az ALS-kor esetében az elmúlt másfél évben vagy két évben nem bukkant fel semmi olyan, ami valamennyire is, legalább minimális mértékben ígéretesnek tűnt? Van egy japán infúzión keresztül beadható készítmény, amit Dani esetében is kipróbáltunk. Tavaly januárban kezdte Dani ezeket az infúzió kúrákat egy budapesti kórházban, minden hétköznap, és egyébként sokszor hétvégén is Dani reggel ment ebbe a kórházba, és megkapta ezt az infúziót. Ez egy japán készítmény, amely elsődlegesen nem ALS betegeknek készült, vagy került piacra, de kiderült időközben, hogy ALS betegeknek is adott esetben pozitív és kisebb sikereket lehet elérni a betegek állapotát illetően. Daninál 3-4 hónapon keresztül igénybe tudtuk venni ezt az infúziós kúrát, de januárban kezdte Dani, május környékén jelezte az orvosának, hogy nem érzi azt, hogy javulna, sőt enyhén elkezdett ismét romlani az állapota, hogy inkább nem vette tovább igénybe ezt az infúzió kúrát. Az ALS-kor egyébként nem halmozódik családilag? Mi esetünkben nem, úgyhogy szerencsére nem örökletes, és nem ilyen típusú Dainak az ALS betegsége, nem genetikai. Az aktív eutanázia elfogadásáért vagy elfogadottságáért folytatott küzdelmük meglepően nagy társadalmi visszhangra lelt, orvosszakmai, politikai, ha jól emlékszem, vallás, erkölcsi, etikai és civil viták is támadtak körülötte szép számmal. Ezen közben hallott-e olyan ellenérvet, ami mondjuk elgondolkodtatta arról, hogy esetleg mégsem helyes aktív eutanáziában gondolkodni? Nem, és én igazság szerint próbáltam nagyon nyitott fülekkel hallgatni ezeket a vitákat, amelyeket Dani lefolytatott, meg úgymond a szeptember vége óta, amilyen társadalmi vita indult, sok beszélgetést én is végighallgattam, el is olvastam sok véleményt. Én nem találkoztam olyan érvel, ami engem minimálisan is elbizonyított volna Dani misszióját illetően. De akkor mivel magyarázza, hogy a kormányzó párt, a Fidesz a szó legszorosabb értelmében hallani sem akar a kérdés akár megvitatásáról sem, sőt, az önök népszavazási kezdeményezését is rövid úton elkaszálták? A népszavazási kérdések még pislákolnak, a kúriánál van a kérdéskör, remélhetőleg pozitívan fogja elbírálni a kúria, és május közepére várjuk legkésőbb a döntést, és remélhetőleg lesz a két feltett kérdésünkben népszavazás. Ez a BTK-t érinti, a BTK módosítást érinteni ez a két kérdés, hogy abban az esetben ne legyen büntethető egy rokon vagy barát, aki segíteni a gyógyítatlan betegségben szenvedőt akár külföldre jutni, utazni, és hogy ott elvégezhessék rajta az eutanáziát. A választási bizottság ezt nem hagyta jóvá, de akkor fellebeztek a kúriához, és még abban bíznak, hogy ott esetleg megítélik. Igen, felülvizsgálati kérelmet adtunk be a kúriához, és erre 90 napja van a kúriának, hogy elbírálja a felülvizsgálati kérelmünket, amelyet február 16-án nyújtottunk be. Akkor ez május 16-án fog lejárni. Én nagyon remélem, hogy hamarabb fogja a kúria meghozni a döntését.
Ettől még persze igaz, amit az elején mondtam, a kérdés elején tudnék azért a kormány, a kormányzó párt a legmerevebben elzárkózik. Nyilván a politikusok a szélesebb néptömegek negatív véleményétől tartanak, mert hogy a halálbüntetés esetében is az utcember állítólag inkább a halálbüntetés pártolná, a magyar kormányvezetői azt gondolhatják, vagy talán gyorsan fel is mérték, hogy a közvélemény többsége legyen az az élet egy gyógyíthatatlan beteg számára bármilyen kinkeserves, vagy bármilyen méltatlan, elutasítaná, mármint hogy a közvélemény többsége, hogy engedélyezzék ezt a bizonyos kegyes halált. És akkor ez a minden esetben haszonleső kormány inkább elzárkózik, még a kérdés napirendre tűzésétől is. Tulajdonképpen visszautasították a lehetőségét is annak, hogy erről a parlamenti pártok egymással vitázzanak. Ez egy rendkívül szomorú körülmény, és nagyon rossz az üzenete is, mert... De nem lehet, hogy mindez azért van, mert előzetesen viszont felmérték, mint hogy említettem a haláleset kapcsán, vagy a halálbüntetés kapcsán is, hogy azért az emberek halálbüntetés pártiak, adott esetben meg életpártiak, tehát a többség nem támogatná mindaddig, amíg ő nem érintett ennek a kérdésnek akár csak a megvitatását sem. Akkor nézzük meg, hogy a népszavazási kérdéseknél az emberek mit válaszolnának. Én azt gondolom... Legalább azt hagynák, legalább ugye? Azt hagynák, mert én optimista vagyok, és azt gondolom, hogy ha arról a két kérdésről népszavazást tarthatnánk, nagyon magas számban írnák alá a népszavazást a választópolgárok, ahol azt jelölik meg, hogy igen, változzon meg a BTK, és ne lehessen büntetni azt, aki családtagjának segít abban, hogy az életvégi döntést meghozhassa. Azt én persze értem, hogy az ember alapvetően életpárti, de azért egyrészt úgy gondolom, hogy szabad másképp is gondolkodni, arról nem beszélve, hogy az empátia megköveteli tőlünk, hogy beleképzeljük magunkat megnyomorított, reménytelen élethelyzetekbe, olyanokéba, akik már nem a haláltól riadnak vissza, hanem az elviselhetetlen életüktől, mert nincs benne semmi más, csak szenvedés, csak küzdelem, minden más értelmes tevékenység kizárásával. Ők kérnek tehát segítséget ugye az öngyilkosságukhoz, mert fáj nekik élni. És amikor bejön ráadásul még mindenre a hivatkozás az Istenre, a hitre, meg a kereszténységre, és ezen az alapon utasítják el a szenvedők hozzásegítését az elmúláshoz, szerintem ezzel tesznek a hit és a belátás ellen is, ugyanis az igazi keresztény, mondom én, képes a saját nézőpontját elhagyva a másik helyzetébe képzelni magát, és igenis elfogadja a másik akaratát, aki nem akar kilátástalan, gyógyíthatatlan szenvedésével tovább élni. Szóval akárhonnan nézem, azt akarom csak mondani, roppant farizeus ez a kategórikusan elutasító magatartás a kormány részéről. Egyetértek. Én azt gondolom, hogy tiszteletben van tartva az, hogyha valaki vallási okokból kifolyólag ellenzi az eutanáziát. Mi mindösszesen annyit kérünk, hogy ők is tartsák tiszteletben azt, hogy mi ezt másképp gondoljuk. Hiszen aki nem hisz Istenben, az nem Istenre bízza ennek a döntését, pontosan, ugye? Pontosan. Ez egy két világ itt vált el egymástól, és ez egy nagyon fontos megállapítás azt gondolom ebben a beszélgetésben, hogy tiszteletben van tartva az, hogyha valaki vallási okokból kifolyólag úgymond Isten kezébe helyezi a saját életét, ezt én magam is Karsai Péterként ezt maximálisan elfogadom, de én azt kérem cselébe, hogy valaki fogadja el azt, hogy én meg szeretném magamnak azt a jogot, hogy majd amikor 82 évesen valamikor, vagy lehet, hogy jövő nyáron, mert nem tudjuk, olyan helyzetbe kerülök a betegségemből kifolyólag, hogy szeretnék egy életvégi döntést meghozni. Mindenki tiszteletben tartja a másiknak az álláspontját. Erről szerettünk volna beszélni, és nagyon jó lett volna látni egy parlamenti vitát ebben a kérdéskörben, elkaszálták. De mintha éppen mostanában az ügyük szempontjából érdekes belpolitikai csillagállás lenne kialakulóban. Arra utalok, hogy a magát kereszténynek hirdető kormány körül egyre másra olyan botrányok kavarognak, amelyek mintha megkérdőjeleznék, hogy a széles körben hirdetett elveiket komolyan gondolják-e. A válasz persze egyszerű, nem gondolják komolyan saját elveiket sem. Épp ezért nem lát esetleg most több esélyt arra, hogy a történtek hatására, esetleg az aktív eutanázia tárgyában is engedékenyebbé válnak a kormánypárti honatják? Szerintem, hogyha Dani a strasbourgi perben nyer,
és nem csak Dani, hanem többen, akik egyébként ezt az utat választották, és Strasbourgban pert indítottak a magyar állammal szemben, mindannyiuk nyer, akkor valószínűleg lenne ennek akkora vízhangja, akkora hullám, hogy lehet, hogy átgondolnák a kormányzó pártok, hogy esetleg ezt be lehetne építeni a magyar jogrendbe. De miért kell ehhez egészen Strasbourgig elmenni? Szóval akit anya szült, az időnként miért nem tud emberként gondolkodni? Miért csak hatalmi praktikákban tudnak gondolkodni? Miért nincs emberi megfontolásuk, például ilyen esetekben, mint Karsai Dánielé? Daninál voltam egy olyan hónappal ezelőtt, és el voltunk keseredve Dani állapota miatt, meg hogy a helyzetből kifolyólag is mondtam neki, hogy figyelj, van egy ötletem, lesz majd valamikor a jövő héten egy sajtótájékoztatód, vest föl, hogy parlamenti frakcióként egy honatját szívesen látsz vendégül egy napra, dolgozzon, tőled van internet, és hogy csak nézze az egyik napodat, asszisztálja végig az egyik napodat. Dani ezt elmondta a sajtótájékoztatóján, megfogalmazta ezt az ötletet, és nem jelentkezett senki. Lemertem volna fogadni, hogy ennek az egynapos idézőjelbe vegzatúrának ők nem igen teszik ki magukat. Véletlenül se szólalhasson meg a lelkiismeretük, ha van olyan nekik. Úgy érzékelem ezeket a mechanizmusokat, hogy a politikai agressziónak nincsenek határai. Hát a politikai agressziónak még a politikai haszonelvűségnek, nem? Igen, köszönöm a kiegészítést, és én azt gondolom, hogy nem megengedhető, főleg a jelenlegi helyzetben, néhány hónap múlva választások lesznek, mindig van tétje, nem lehet megengedni azt, hogy olyan szinten legyen ellenzéki oldalról tematizálva a közbeszéd, ahogy ezt Dani is kezdte, határt kellett ennek szabni, oké, népszavazási kezdeményezés, jó, lesöpörve az asztalról, megnézzük, mi a Strasbourgnak a döntése, hogy aztán arra miképpen reagálnak majd egy másik kérdéshez tartozik, de hogy ennek határt kell lesz szabni. Igen, nyilatkozták, hogy nagyon sajnálják, hogy az alkotmányjogász úr ebben a betegségben szenved. Igen, valóban jobbulást is kívántak neki, ami szerintem halálos betegségben szenvedő esetében alsó hangon cinizmusra val, de nem lehet ezzel foglalkozni mélyebben. Akkor sem, hogyha a miniszterelnök úrnak a személyi fotósa ebben a betegségben hunyt el, és a miniszterelnök urat egyébként megrázta a fotós úr halála. Ebben a strasbourgi beadványukban pontosan mit kértek? Ebben a beadványban Dani és jogászai az alaptörvénynek bizonyos pontjait támadták meg. Ugye a kínzás és embertelen bánásmód sérül Dani betegsége folyamán, annak főleg a betegségnek a végén egyértelműen, ugye a méltósághoz való jog sérül. Diszkriminatív pontokra is rámutattak ebben a beadványban, hogyha úgymond passzív eutanázia van, akkor miért nem lehet aktív eutanázia is? Valamint a vallásszabadság is mindenképpen sérül ebben az esetben, mert Dani másképp gondolkozik erről. Ezt ő úgy fogalmazta meg, hogy az életvégi döntések meghozatalának teljes magyarországi tilalma alapvető emberi jogaimat sérti, így különösen az emberi méltóságból fakadó önrendelkezési jogot, az embertelen megalázó bánásmód tilalmát és a világnézeti meggyőződés szabad megválasztásához való jogot, mint hogy Magyarországon ezen jogsérelem orvoslására jogi út nem áll rendelkezésre, ezért fordult a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, ugye? Dani szebben fogalmazta meg, mint én. De ha jól néztem utána, 5 Európai Uniós országban, Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban, az igen vallásos Spanyolországban és Portugáliában is már meg tudták oldani, hogy beépüljön a jogrendbe a halál közeli önrendelkezés, az aktív eutanázia. Mit gondol, hogy például szempont lehet ez a strasbourgi bíróság döntéshozatalában? Biztos vagyok benne, hogy ezeknek az országoknak a jogi berendezkedéseit vizsgálják a bírók, a Dani ügyében eljáró bírák. Legérdekesebb egyébként a felsorolt országok közül Spanyolország, amely talán még kicsiny hazánknál is vallásosabb ország. És ott gond nélkül beépítették a jogrendbe azt, hogy az életvégi döntésekhez való jog az egy aktív jog, azzal lehet élni. Mi a beadvány elbírálásának folyamata, és hol tart ez az elbírálás ma? Különösképpen arra való tekintettel, hogy az ügyet ugye sürgősséggel regisztrálta a strasbourgi bíróság. Jelenleg döntéshozási fázisban van Dani ékpere. Nem tudni, hogy mikor fognak a
bírák döntést hozni. Nincsen, de mi tart ilyen hosszú ideig, amikor egy gyógyíthatatlan, szenvedő ember számára minden nap számít? Mindegyik bíró kidolgozza a saját álláspontját a perrel kapcsolatban. Hány bíró ez? Ha jól tudom, 7. 7 mindegyiküknek egy szavazati joga van, és akkor 4-3 vagy 3-4 vagy 5-2, ahogy kijön a végén. Ha mondjuk kedvező döntés születik Strasbourgban, az Emberi Jogok Európai Bíróságánál, ez mit jelent Magyarországot, illetve Magyarországra nézve? Kötelező módon meg kell teremteni itthon is a jogszabályi feltételeit az aktív eutanáziának? Igen, kötelező a tagállamokra, Magyarországra is kötelező érvényű a strasbourgi döntés, de hogy ezt utána a magyar kormány, a magyar parlament beépíti-e a jogrendjébe, az vagy igen, vagy nem. Bár, ha jól tudom, megint csak az előtanulmányaimra hivatkozom, mintha Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára nyilvánosan kijelentette volna, hogy ha ilyen döntés születik, akkor ezt mindenképpen figyelembe fogják venni a magyar jogrend átalakításában. Jól emlékszem, akkor Répási Róbert úr azt mondta, hogy mindenképpen tudomásul fogják venni a strasbourgi bíróságnak döntését. Mit jelent az, hogy tudomásul veszik? Ez azt jelenti az én olvasatomban, hogy tudomásul fogják venni a strasbourgi bíróságot. De nem biztos, hogy beépítik a magyar jogrendbe? Igen, de az ezt is tartalmazhatja? Igen, hogyha eljutunk arra a pontra, hogy az összes magyar beadványozónak a perét végig tárgyalta a Strasbourg, és minden egyes esetben a panaszosnak adtak igazat, akkor ez egy akkora nyomás lesz majd a magyar törvényhozó szerveken, hogy nem zárom ki annak lehetőségét, Dani perétől függetlenül, vagy azzal együtt, hogy bizony elindul valami az országban, és egy szép napon, ez az egyik álmom, és egy szép napon lesz olyan, hogy Lex Karsai. Hányan vannak, akik jelenleg Magyarországról ilyen, vagy ehhez hasonló beadvánnyal éltek Strasbourgban? Tudomásom szerint Danival együtt 4-en. Ön szerint van arra esély, hogy Dániel életében még bekövetkezik itthon is ez a pozitív döntés? Nagyon boldog lennék, hogyha igen, és jóval erősebben félek attól, hogy nem. Dani jelenlegi állapota az sugallja, hogy több esély van arra, hogy Dani nem fogja megérni a döntést, mint hogy igen. Ő minden esetre a döntést illetően ugye bizakodó, tehát ő miután ráadásul van is épp elég tapasztalata a nemzetközi bírósági gyakorlatban, ő azért mennyi esélyt ad annak, hogy helyt ad a kérelmének a nemzetközi bíróság? Én ott voltam november végén Strasbourgban, és többet magammal megállapítottuk, hogy annyira meggyőzően, hatásosan érvelt Dani és a jogász csapata, hogy én minden lehetőség, minden esélyt látok arra, hogy Dani ezt a pert megnyerheti. Ezzel együtt is előállhat olyan helyzet, amikor ő feladja, tehát hogy mégsem csinálja tovább? Erről beszélgettek? Nekem is panaszkodott a kórházban, hogy nagyon erős fájdalmai vannak, hogy szinte már alig-alig tud valamit csinálni, és hogy csináljak valamit, hogy ez szörnyű, ez nagyon rossz. De még mindig nagyon bízom abban, hogy hát, ha idézőjelben valami csoda történik, és holnap reggel megkapja az iroda az e-mailt, hogy 2 hét múlva döntés, és akkor kvázi csak 2 hetet kell kihúzni, de nagyon aggódom. Ön menet közben soha nem érzi úgy, hogy túl nehéz ez a teher, hogy képtelen tovább csinálni? Olyat sokszor éreztem, hogy sok. Olyat nem, hogy túl sok. Dani mellett én nagyon megedződtem az elmúlt másfél évben. Nagyon sok mindent tanultam és ellestem Danitól, hogy hogyan is lehet kezelni bizonyos élethelyzeteket, hogy hogyan lehet felülemelkedni saját magunk drámáin napi szinten. És engem energetizál az, hogy Danival lehetek, Daninak segíthetek, és hogy nem csak a 4 fal között, hanem úgymond a folyó ügyeket illetően is. Nem érzem úgy, hogy ez túl sok lenne, de nagyon el vagyok fáradva, nagyon nagy a teher, ezt érzékelem, ugyanakkor iszletosan sok segítségem van napi szinten, óráról órára,
Ákos az első, akit muszáj megemlítenem, hogy mennyit segít, és nem csak a beteg ápolója, akivel az imént beszélgettem. Nem csak mint Dani ápolója, hanem mint fogadott töcsém, mondhatom büszkén. Nagyon-nagyon nagy segítség. Nagyon rengeteg oldalról barátok, kollégák, nem utolsó sorban kollégáim, akik rengeteg terhet cipelnek velem együtt, néha helyettem is. Ezek hatalmas nagy segítségek az életemben. És olykor az eszébe jut, hogy miért éppen önökre mérte ezt a sors? Igen, szoktam ezen filozofálni. Én azt gondolom, hogy átlagos család vagyunk, átlagos életet élünk, munkahelyünk van, barátaink vannak, relatíve biztonságban jól élhetünk, és mégis egyszer csak beüt a ménkű. Nem tudom, hogy ezt az élethelyzetet, Dani betegségét, meg minden, ami ezzel kapcsolatos, ezt mivel érdemeltük ki, de ha ezen elkezdenék morfondírozni hosszasan, akkor már az attól veszi el az energiát meg az időt, hogy megéljek csomó minden jót, ami egyébként körbevesz. Nem is nagyon jut másra ideje? Idei jó részét a bátyával való törődést tölti ki? Ugye dolgozom, bejárok a munkahelyemre, tehát igyekszem megtartani az életemet, a családommal is igyekszem minél több időt tölteni a fiaimmal, a feleségemmel, mellette igyekszem elmenni sportolni, hogy így a verkli megmaradjon, mert szerintem, hogyha én csak Dani mellett lennék, Dani sem igényelni. Ha csak Dani mellett lennék, akkor szerintem abba becsavarodnék, mert hogy azért a bennem felgyülemelt úgymond feszültséget, és hát a negatív úgymond élményeket, amelyek a szituációból adódnak, azokat muszáj feldolgozni, olyan módon az ember feltöltődik a családjával, foci, stb. A magyar törvénykezés a jelenlegi jogszabályokon nem lesz hajlandó mondjuk változtatni, annak ellenére sem, hogy Strasbourg esetleg erre kötelezi a magyar parlamentet, és Répási államtitkár ezt kvázi megígérte. Ha jól gondolom végig, tulajdonképpen két választási lehetőségük maradt. Külföldre utazva élni a szabad sorsválasztás jogával, vagy a harc mártírjává válva méltatlan körülmények között távozni az életből Dánielnek. Beszéltek arról, hogy adott esetben mit választanának? Sajnos az első opció az nem választható, mert hogyha Dani tőlem azt kérné holnap reggel, hogy figyelj, Petikém, menjünk is Svájcba, mert ott közel van, ott ezt el lehet intézni, ott szeretném meghozni az életvégi döntésemet. Onnantól kezdve, hogy én vele átlépem a német-svájci határt, onnan, és ebből a célból kifolyólag én a BTK-ba ütköző törvényt sértek meg. 1-5 évig terjedő szabadságvesztése sújthat engem a bíróság a dolgok jelenlegi állása szerint. Sajnos a második opció az, ami ebben az esetben ugye felmerül, kvázi tehetetlenül nézzük végig, főleg Dani épp tudattal asszisztálja végig a saját halálát. Ha jól tudom, Dániel önre hagyományozta az általa kezdeményezett nemzetközi és hazai jogi küzdelem végigvitelét is, adott esetben, ha úgy alakul. Ön tovább viszi ezt tüzön-vizen? Nyilván, ugye? Igyekszem, ez a Strasbourgi Bíróságnak a döntési hatáskörébe tartozik ennek a kérdésnek az elbírálása. Mi a kérvényt benyújtottuk. Magyarul, hogy adott esetben átvehesse az ügyet, tovább vihesse az ügyet? Igen, mi ugye azt kértük, hogy a panaszos Dani halálának esetén, ameddig nem hozta meg a bíróság a döntést, abban az esetben az öccse, azaz én Karsai Péter vihesse tovább az ügyet. Ezt a kérést akkor fogja a bíróság elbírálni, hogyha Dani időközben elhunyna. Meglátjuk, hogy a bíróság hogy dönt. Ha úgy döntenek, hogy ennek helyt adnak, és én az ügyet tovább vihetem, akkor ezt tovább is fogom vinni. Nagyon fontos volt azt hiszem ezeket a részleteket megtudni, és sok erőt kívánok mindhármójuknak, belértve Ákost is, és köszönöm, hogy ön is készséggel vállalta ezt a beszélgetést. És bár eredetileg én úgy terveztem, hogy Dani is itt üljön, legyen jelen, de amikor megtudtam, hogy ez neki már csak nagy nehézségek árán menne,
természetesen letettem erről az ötletemről. Köszönöm még egyszer önnek, hogy köszönöm szépen a meghívást. Nézőinktől, hallgatóinktól még nem búcsúzom, támogatóink pár másodpercben most bejelentkeznek, aztán én még kicsit visszajövök. OTP Travel, mert biztosan utazik. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. És ameddig legközelebb nem találkozunk, ajánlom nézzenek szét és válogassanak korábbi podcastjaink közül. Ezzel együtt már 94 tartalmas beszélgetés fent van, és megtalálható a YouTube-on a Friderikusz Podcast csatornánk második vízszinte sorában. De aki Steigerwald Krisztián generációkutató, generációkról szóló hatrészes előadás sorozatának első három részére is kíváncsi, azokat is megtalálja, ugyancsak a Friderikusz Podcast YouTube csatornáján, a harmadik vízszintes sorban. Kicsit bonyolultabb, de minden beszélgetésünket megtalálhatják természetesen a Facebookon is. És 286 archív műsor, műsorrészlet közül is válogathatnak oldalunkon, ha mondjuk kedvük szottyan egykori tévés tevékenységem évekkel ezelőtt készített munkadarabjaira. Szép emberi történeteket találnak, ha az Én mozim riportfilmjei közül válogatnak, vagy ha a közélet emlékezetesebb eseményeire, botrányaira érzékenyek, ebben a műfajban is találnak több tucat riportot, beszélgetést, többek között arról, hogy miért lett a gondolkodásnak, a racionalitásnak vége a világban. Négy kiváló gondolkodóval beszélgettem erről például több éve, de a szinte mindenki kedvencének számító elméleti fizikussal, Lukács Bélával készült meg annyi beszélgetésen is megtekinthető, illetve az audio felületeken meg is hallgatható. Aztán számos szórakoztató komplett műsorra vagy műsorrészletre is rátalálhatnak az egykori Friderikusz Show, az osztálytalálkozó, a váratlan vendég, a meglepő és mulatságos, vagy a gyerekszáj produkciói közül. Kérem, kövessenek bennünket, iratkozzanak fel, ajánlják másoknak is csatornánkat, és aki megengedheti magának, támogassa is műsorkészítésünket, amelyre legalább három lehetőségük van, a képernyő alatt a tartalmi leírásban részletezzük ezeket. És akkor itt leszünk legközelebb is egy újabb premier beszélgetéssel, már a szokásos csütörtök este 8 órakor.